A pollenre allergiások legkevésbé várt időszaka július közepétől egészen szeptember végéig tartó periódus. Ekkor virágzik ugyanis a parlagfű, ami igencsak megnehezíti az erre érzékenyek mindennapjait. Nyíregyházán főleg a külterületeken, a családi házas övezetek környékén fordul elő nagyobb számban a növény. A megyeszékhely városüzemeltető cégének feladatai közé tartozik többek között a parlagfű mentesítése is, ugyanakkor a lakosok is sokat tehetnek azért, hogy egyre kevesebb gyomnövény nőjön. A parlagfűvet a Korányi úti hulladékudvarban gyűjtik egészen augusztus közepéig. Amellett, hogy közel 5 millió négyzetméter zöldfelületet gondozzunk, és ezzel az extenzíven kezelt külterületi városrészek parlagfűmentesítését is végezzük, szeretnénk, hogyha magánterületek, valamint a lakosság által felfedezett parlagfű is begyűjtése kerüljön, és megpróbáljuk a lakosságot erre egy picit motiválni, azzal, hogy a Korányi Frigyes úti hulladékudvarban beszállított parlag, gyökeresen kitépett parlagfűért szolgáltatási utalványt adunk, amelyet a szerződött partnereinknél levásárolhatnak a lakosok. A tavalyi évben nagyon sikeres volt az akció, több mint 200 ezer tő gyökeres parlagfű került beszállításra. Én úgy gondolom, hogy az idei évben is elég nagy lesz majd a lakossági látogatottság a hulladékudvarban. Az első napon már jelentős mennyiség érkezett, volt olyan, aki több mint 4000 tövet hozott be a Korányi utcai gyűjtőpontra. Az elmúlt néhány nap csapadékos időjárása után felgyorsul a parlagfű növekedése. Azok a területek, amelyek évek óta már elhanyagoltak, parlagon maradt szántóföldek, esetleg a szántóföldek szélén, vagy olyan közterületeken, amelyek valamilyen formában építkezés során meglettek bolygatva. Ezeken a területeken általában nagy mennyiségű parlagfű található. Javasoljuk a lakosságnak, hogy azért a külterületeken nézzen szét, ahol minden bizonnyal nagyon sokat fognak találni, mindamellett, hogy folyamatos kaszálás történik. A gyűjtőpontra behozott parlagfű az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Komposztáló üzemeibe kerül. Az allergiát okozó növényből így értékes talajjavító anyag lesz.